Ez a videó Barabási Albert László Behálózva című könyve alapján készült. A videó nem tartalmaz minden elemet, amit a könyv, és csak nyersen a hálózatok alapjainak ismertetésére korlátozódik. Aki bővebb információt szeretné a hálózatokról kapni, annak mindenképpen javaslom a könyv beszerzését, hiszen érthető, világos és olvasmányos formában vezeti be az olvasót a hálózatokról való gondolkodás mikéntjébe. A hálózatok mindenhol jelen vannak. A sejtjeinket összekötő kémiai reakcióktól kezdve, az emberi kapcsolatok bonyolult szerkezetén át, egészen a virtuális teret összekötő hiperhivatkozásokig. A hálózatokról, vagy más néven gráfokról való gondolkodást Leonhard Eulernek köszönhetjük, aki 1736-ban megoldotta a königsbergiek egyik híres fejtörőjét, mely a Kneiphof szigete és a Pregel folyó két ága közötti szárazföldet összekötő hét hídról való elmélkedés során fogalmazódott meg. A fejtörő így szólt. Átsétálhatunk-e az összes hídon úgy, hogy közben egyiken sem megyünk át kétszer? Eulernek a problémára sikerült egy exakt matematikai bizonyítást adnia, mely szerint képtelenség a hét darab hídon úgy átkelni, hogy egy hídat csak egyszer érintünk. A bizonyítása két összetevőből állt. Az első, hogy a problémát egyszerűsített formává tudta alakítani, megalkotva ezzel a gráfokat, illetve hogy a gráfokat matematikailag értelmezhetővé tette, létrehozva ezzel a csúcsok, élek, fokszámok, összefüggőség, izoláltság és a gráfelmélet egyéb fogalmait. A második, hogy a létrehozott eszközök segítségével felállította azt a szabályt, ami a gráfelmélet egyik alapja lett, és ami megmagyarázta, hogy a szárazföldeket összekötő hét hídon miért is nem lehet úgy átkelni, hogy egy hídon mindösszesen csak egyszer kelünk át. A szabály a következőképpen szól. Ahhoz, hogy egy gráfot egy vonalhúzással végig tudjunk rajzolni, két feltételnek kell teljesülnie. Az első, hogy a gráfnak összekapcsoltnak kell lennie. A második, hogy a gráfban a páratlan számú éllel rendelkező csúcsok száma csak 0 vagy 2 lehet. Ugye, ha felrajzoljuk egy gráfként az eredeti problémát, majd a csúcsokat beszámozzuk az szerint, hogy hány él csatlakozik bele, rögtön feltűnik, hogy a gráfunk összesen 4 csúccsal rendelkezik, amikben mind páratlan számú él csatlakozik. Ugye ide 3, ide szintén 3, ide már 5, és ide pedig szintén 3. Aki gondolja, lerajzolhatja és megpróbálhatja egy vonalhúzással az egészet végigrajzolni, de higgyétek el, nem fog sikerülni, akárhogy is próbálkoztok. A végigrajzoláshoz, vagy eredeti esetben lévő végigsétáláshoz egy plusz hidat, vagy ez esetben egy plusz élt kell a gráfhoz hozzáadnunk. Ami végül azt eredményezi, hogy összesen már csak 2 darab páratlan fokszámú csúcsunk marad, ami Euler szabályának már megfelelő, és lehetségessé válik ezzel az egy vonallal való végigrajzolás. Szóval ez volt a gráfelmélet születése. Ami jelentőségét tekintve forradalminak nevezhető, hiszen egy olyan nyelvezet létrehozását eredményezte, melyel a körülöttünk lévő világ leírhatóvá vált, és a relációk viszonyában matematikailag megfogható lett. Mint ahogy Barabási Albert László is mondta, a minket körülvevő összetett világ megértésének kulcsa a gráfok vagy hálózatok felépítése és szerkezete. A csak kevés pontra vagy érreható a topológiájában végrehajtott kis változások rejtett ajtókat tárhatnak ki, és ezek nyomán új lehetőségek keletkezhetnek. Nem is csoda, hogy a későbbiek során a matematika egy virágzó ágává fejlődött, és olyan óriások figyelmét érdemelte ki, mint Cauchy, Hamilton, Cayley, Kirchhoff és Poe. Gyakorlatilag ők fedeztek fel mindent, ami napjainkban a nagy rendezett gráfokról ismert, mint például az atomokból álló kristályrács, vagy a méhek által készített hadszögletű rács. A 20. század közepéig nem is nagyon foglalkozott mással a gráfelmélet, mint hogy a különböző gráfok tulajdonságait feltárja és kategorizálja őket. A híres problémák között volt például az útvesztőből vagy labirintusból való menekülés, vagy a sakkban való lépéssorozatok megtalálása. Körülbelül 200 évbe került, mire a matematikusok eljutottak addig, hogy feltegyék a következő kérdéseket. Hogyan alakulnak ki a hálózatok? Milyen törvények irányítják megjelenésüket és szerkezetüket? Vegyünk egy koktélpartit, ahova meghívtunk 100 teljesen véletlen kiválasztott embert, akik közül egyik sem ismeri a másikat. Ha megkínáljuk ezeket az embereket egy kis alkohollal és némi rágcsálnivalóval, előbb-utóbb elkezdenek beszélgetni, és kis 2-3 tagú csoportokba szerveződnek.
Most tegyük fel, hogy oda megyünk valakihez, és elmondunk neki egy jó szaftos kis pletykát, és megkérjük, hogy ezt csak is a frissen szerzett ismerőseivel ossza meg. Na most tudjuk, hogy a pletyka biztonságban van, hiszen akinek elmondtuk, eddig mindössze 2-3 emberrel tudott csak beszélni. Mondjuk, hogy eltelik egy kis idő, ekkor barátunk már átadta a frissen szerzett információt ismerőseinek, és hát ahogy az lenni szokott, elfogyott, amiről beszélhetnének. Ezért, mielőtt teljesen elunnák magukat, a csoport tagjai tovább mennek, és elkezdenek szóba elegyedni másokkal, más csoportokkal. Feltéve, hogy minden személy továbbadja az információt minden új ismerősének, mennyi idő alatt terjed szét a pletyka a teljes társaságban? Nos, Erdős Pál és Rényi Alfréd szerint 30 perc alatt kialakulna egy olyan láthatatlan ismerettségi hálózat, ami az összes vendéget magába foglalja. Ez a probléma ugyanis a gráfelmélethez tartozik, ahol minden egyes vendég egy csúcspont, és minden egyes találkozás egy a csúcspontok között létrejövő él, vagy más néven kapcsolat. Így keletkeznek az ismerettségi hálózatok, de hasonlóképpen működnek a természetben előforduló más hálózatok is. Gyakorlatilag mindegy, hogy mit jelölnek a pontok és a közöttük létrejövő kapcsolatok, mind ugyanazt alkotják egy gráfot, vagy más néven hálózatot. A sok különböző rendszer egy modellbe foglalása lehetetlen vállalkozásnak tűnik, ám Erdős és Rényi előállt egy megoldással, a véletlen mód történő pontok összekapcsolásával. Szerintük a legegyszerűbb mód egy hálózat pontjainak összekapcsolására, ha kockával dobunk. A technika a következőképpen működött. Válasz ki két pontot, és ha a kockával hatost dobsz, akkor rajzolj egy ilyet közéjük. Bármilyen más dobás esetén ne kösd össze a két pontot, hanem válasz másik kettőt, és kezd előről a folyamatot. Ezt a technikát alkalmazva az előbb említett koktélpartihoz, ha csak kevés télt adunk a hálózathoz, akkor mindössze annyi történik, hogy néhány pont párt kap. Ha ezt folytatjuk, előbb-utóbb véletlen mód összekapcsolunk egymással néhány párt, és kialakul néhány csoport. A csoda viszont akkor történik, amikor minden egyes csoportra átlagosan egy él jut. Hiszen ekkor megjelenik egy óriás csoport, ami teljesen össze van kötve, azaz bármelyik pontjából kiindulva el lehet jutni bármelyik másik tetszőleges pontjába. A matematikusok ezt az óriás komponens megjelenésének hívják, mely tartalmazza a pontok jelentős részét. A fizikában ugyanez perkoláció néven ismert, amely a fázis átalakulást jelöli, mint például amikor megfagy a víz. A szociológiában ez pedig leginkább a csoportképződés néven ismert. Tulajdonképpen a valóságban mindenki egy hatalmas csoport része. Egy világot átölelő ismerettségi hálóé. Bár nem ismerünk mindenkit, az szinte biztos, hogy két ember között létezik elérési útvonal. Erdős és Rényi megmondta miért. Pontonként elég egy él és összekapcsolva maradunk. Egy tehát a küszöbérték. Ha ennél kevesebb van, hálózatunk kicsi, egymással nem kommunikáló csoportokra esik szét. A természet ezt viszont többszörösen túllépi. Szociológusok úgy becsülik, hogy átlagosan 200 és 5000 közötti embert ismerünk. Ez tehát a véletlen modell, melynek alapgondolata a teljes egyenlőség. Az élek teljesen véletlenszerűen helyezkednek el, így minden pontnak ugyanakkor esélye van a másikkal való kapcsolatra. Persze a véletlenszerűségből adódóan lehet egyik pontnak több, még a másiknak kevesebb kapcsolata. Azonban egy nagy gráf esetén a pontokhoz nagyjából azonos számú jel fog tartozni. Ezt Erdős egyik tanítványának, Bolobás Bélának 1982-ben egy előfordulási gyakorisági grafikonon is sikerült ábrázolnia. Ami szerint a pontok által birtokolt élek száma egy véletlen mód létrejött hálózaton Poisson eloszlást követ. Azaz, egy kiemelkedő csúcsa van, ami azt jelzi, hogy a legtöbb ponthoz ugyanannyi él tartozik, és a csúcs két oldalán az eloszlás gyorsan csökken, jelezve, hogy a jelentős eltérések különösen ritkák. Ha valóságban is erről van szó, akkor ezek szerint rendkívül demokratikus világban élünk. Vajon ez így van-e? A természet tényleg szeret kockázni, és vakon dobálja szét a kapcsolatokat? Aligha. Azonban a továbbiakat majd csak a következő videókban fogom ismertetni. Addig is, akit érdekel a téma, szerezze be Barabási könyvét, mert tényleg jó, és a videónál sokkal bővebben kifejti, miről van szó.